A székesfehérvári önkormányzat nyári táborának lakói indián dalokat énekelnek a gyermek és ifjúsági táborban készült alkotásaik megnyitóján. Összesen mintegy 2000 gyereket táboroztatott a nyár folyamán a város a velencei tónál és a Bregyó közben. A programok között rengeteg újdonság volt. Velencén például indián táborban tölthették a gyerekek a nyári szünidőt. De folyamatosan részt vettek a két tábor lakói kézműves foglalkozásokon, néptáncoktatáson, ijeszkodáson és lovagi bemutatón is. Hogyha le vannak kötve a gyermekek, akkor valóban olyan élményekkel mehetnek haza. Mint ahogy Székesfehérvár polgármestere dr. Cserpalkovics András mondja, a táborok szervezésével a cél az volt, hogy a gyerekeket ne csak úgymond megőrizzék a tábor idejére, hanem valódi életre szóló élményekkel is gazdagítsák őket. A gyermekekért van a tábor. A táborosztatásnak pont az a lényege, hogy a nyári időszakot, ami bár az idő az most kevéssé mutatja, de hamarosan letellik, ezt hasznosan töltsék el a kisgyermekek is, és valóban élménnyel gazdagodjanak, ne otthon a tévé vagy a számítógép előtt ülve töltsék el a nyarat, hanem közösségi élményt kapjanak. A szabadművelődés házában nyílt tárlaton a kis táborlakók munkái láthatók, indián sátrak, bábok és álomfogók. A kiállítás anyagát olyan alkotásokból állították össze, amelyeket a gyerekek nevelői irányítással közös munkával készítettek. Nagy Boglárka Róza a velencei indián tábor lakója volt. Azt mondja, minden percét élvezte a táborban töltött 5 napnak. Nagyon sok indián tárgyat készítettünk, például a fiúk csináltak inkább több ilyen harci dolgot, csináltak pajzsokat, meg csörgőt is lehetett készíteni, álomfogót is csináltunk, és én igazából használom is az álomfogómat, mert én hiszek az ilyen indián dolgokban. Ugyancsak most ért véget a táborszezon, az idei év sikerei alapján az önkormányzat már készül a következő nyárra, hogy a táboraiban akkor is legalább ugyanennyi fehérvári kisdiák nyarát tegye élménydussá.